Műanyag motorcsónakkal játszik ez a kisfiú a Bágertó vízében. Mások a parton sütették magukat, hétfőtől ugyanis fokozatosan melegszik a levegő. Olyannyira, hogy napokon át akár 27 fok felett lehet a napi középhőmérséklet. Az országos tiszti főorvos ezért hőségriadót hirdetett a hétvégéig. Fődértől rendelt el az országos tiszti főorvos a harmadfokú hőségriadót, ez pénteken éjfélig tart, ez a legmagasabb fokozat. Ez egy figyelemfelhívás, hogy mindenki készüljön rá, hiszen az átlagosnál melegebb időjárás az megterheli az egészséges szervezetet is. Aki teheti, vízpartra menekül a kánikula elől, másoknak maradnak a klimatizált helységek. Moson-Magyaróváron Párakapuk alatt is felfrissülhetnek a gyalogosok. A tartós meleg megviselheti a szervezetet is, elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőkre és az idősebbekre jelenthet nagyobb veszélyt. Az átlagosnál jóval több folyadékot kell inni ilyenkor, akár 3-4 literre is szüksége lehet a szervezetnek, hiszen a nagy melegben gyorsan kiizzadjuk. Amik a folyadék hiány, a sóhiány tünetei fáradtak, gyengék leszünk, borzasztó rossz közérzet terhányingerrel járhat, akár, és aztán idős embereknél akár zavartságig mehet a folyadék hiány tünete. Tehát azt veszük észre, hogy hogy a mama hirtelen furcsán kezd viselkedni, vagy furcsa dolgokat mond, akkor meg lehet, hogy arról van szó, csak hogy nem ivott semmit. Az izzadással azonban nem csak vizet, hanem sót is vesztünk, ezért annak pótlására is oda kell figyelni. A sóbevitelt ezt akár sózással lehet pótolni, de nagyon jó készítmények kaphatok gyógyszertárakban rehidrálásra vagy sókpótlásra, mert káliumról, kálciumról, magnéziumról, nyomelemekről beszélünk, amiket mind elveszítünk az izzadással, és a sóhiány sokkal jobban megvisel minket, mint a folyadékhiány. Tehát erre külön ügyelni kell. Parkoló autók a tűző napon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra is felhívja a figyelmet, hogy se a gyerekeket, se pedig a háziállatokat ne hagyjuk a kocsiban, ugyanis az autó ilyenkor üvegházként működik, és akár 70 fok fölé is emelkedhet a belső hőmérséklet, és hamar bekövetkezhet tragédia. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A hőség az előrejelzések szerint péntek estig tart majd, addig akár 34 fok is lehet napközben. Szombaton aztán egy hideg front vet véget a kánikulának, záporral, zivatarral és 28 fokos nappali csúccsal.